A Gaja Környezetvédő Egyesület szemétgyűjtési akciót hirdetett az elmúlt héten Székesfehérvár külterületére. Az akcióban általános iskolás tanulók is részt vettek. A Gaja Környezetvédő Egyesület a Tiszta, Virágos és Egészséges Fehérvárért nevű akciósorozat keretében szervezte a tisztogatást, miután az Egyesület magára vállalta a Bányató és a Maroshegyi erdősült területek kitakarítását. Az illegális hulladéklerakónak használt területen a kidobált mérgező anyagok nem csak látványban csúnyák, de nap mint nap újabb és újabb területeket vonnak el az élővilágtól. A cél az, hogy a társadalom vesse ki magából azokat az embereket, akik egy ilyen szép területet szemétlerakónak használnak, hogy az egész társadalomban tudatosuljon az, hogy ez nem csak egy szabálysértés, amit itt elkövetnek, hanem egy lehet, hogy vissza nem fordítható bűncselekmény. A felhívást a lakosság és az iskolások felé intézték, bár az Egyesület véleménye szerint nem a gyerekek dolga összeszedni a felnőttek szemetét. Sokkal inkább a felderítést kellene rájuk bízni, például az iskolai kirándulások során. A környezetet pedig épp úgy a Maroshegyen, mint a város egyéb zöldövezetében hivatásos természetvédelmi őrök segítségével lehetne megóvni.